Hello, ez itt újra híradó. Hello. Időjárás jelentésünk, mesztelenünk. Csapd ki a csöcsöt. Hatalmas eseménynek lehettek ti is, meg mi is tanulni. Akarod te ezt? Ezt jól átgondoltuk? Nem hiszem. Ez egy ilyen hibrid videó lesz. Képzeljétek el, végre valahára a kaptunk. A messze földön híres. Ez konferált föl, Igen. Erre már évek óta vártunk a Tibivel, meg hát ti is sokan, hogy végre hozzájussunk ehhez a... Hát ugye a címben nyilván tudjátok, hogy miről van szó. Azért a címben ez már kiderül, hogy mi is ez. Ez kérlek szépen a magyar katonai csomag. A egyetlen egy darab, egyetlen egy, az országban nincs több, csak itt. Legalábbis nem lehet hozzájutni. Annyira titkos, hogy még a katonák se kapnak belőle, de tényleg amúgy. Kb-ja. Szóval ezt kaptuk, ezt a csomagot, el sem merem mondani, hogy kitől, mert lehet, hogy aztán ugye a CIA, meg FBI, meg minden nyomozni fog utána. És felkeresik, hogy adjon nekik. Eltűnt a raktárból egy barnahalál. Te hozzájutottál egy barnahalál? Ez már gurménak számít, ilyen, de tényleg még a neten se sehol, még külföldi barna árnyalatot elképzelni se tudnék. Valószínűleg több heti kemény tervezés. Ez az úgynevezett barna halál, és ez nem csak mi hívjuk így, hanem tényleg így hívják a katonák. Ez a művész szóval. Neve, persze. Ez a saját berkeken fedő neve. A fedő neve barna halál, ráadásul Tibi, most nagyon gurmék leszünk, mert ez egy sólet pácolt marhahússal. Elmondom, hogy ez még, már én utána néztem amúgy a neten, és ott paradicsomos bab. Aki megmondja, hogy ez mi a fasz. Hát most figyelj, az tényleg igazán kemény. Lehetne rosszabb, viszont én kíváncsi vagyok, hogy milyen egyébként, de... És még... lenne benne egy arós pacal. Jó, idegenbe faljuk. Jó kocsonyás. Melegítős is tudja, mint a Jurassic Parkban. Szóval nem tudjuk, hogy mi van benne, majd kiderül, de nem ezzel fogjuk kezdeni, mert jött még nekünk csomagunk egyébként. Ez nem külföldről jött, letakarom, ne lássátok ki, hogy honnan jött. Bancsi Lászlónak köszönjük szépen, bocsa, bemondtam a teljes neved, címedet is bemondom. De nem szabad. Ő egy ilyen saját készítésű házi chili szósz. Mi ez a vérmintájában? Milyen DNS, vagy mi? Alufóliában van csavarról, csak jó lehet. Majd mindjárt kiderül, hogy csak az van rajta, azzal van ledugozva még. Aha. Uti? Ez egy kórházi, ott kell a tűt belenyomni. Az, tudod, az. Ez egy ilyen kórházi ampulla. Hát nem tudom, hogy megemerjük kóstolni. Mi van, ha van benne valami kórházi anyag? Hát figyelj, mi megeszünk minden. Most közben én iszok egyet a kis kulacsomból. Ezt feltöltöttem otthon. Ilyened is van. Úgy. Igaz, hogy 20 métert sétálni nem megy stabilan, de túra kulacsod már van. Kint voltam izébe egyébként. Afganisztánba. Ja, azt hittem, amikor Tibetbe a szerzetesek közt éltél. Ja, nem, akkor nem volt, ez utána volt. Ez utána az afgán küldetésen kaptam egyébként, és azóta megvan. Nem kaptam, hanem egy holttestől elvettem. Ja, elvettem. Jobban. Kiérdemeltem. Sajnos utólag itt a vágásnál vettem észre, hogy valamiért a kamerának a fókusza nagyon durván megvadult, össze-vissza fókuszált, meg talán még a fényeket is össze-vissza állította. Úgyhogy előre szólok, hogy ne haragudjatok ezért. Ezt megpróbálom minél hamarabb rövidre zárni ez véget, mert nehogy itt a végén valaki epilepsziás rohamot kapjon. És ez most a papi bekapja ham. Itt repül a repülár. Uhú, ez vad. Abszolút nem rossz. Semmi rossz utóíze. Nem. Semmi bántó. Jó, annyira mondjuk nem is vad, szóval azért nem fekszek ki tőle, de... De azért van ereje. Van benne torromba, vagy nem tudom. Egy darázs. Lódarázs, tudod, egy fészeki kijön. Öncitől kaptunk a múltkori, biztos emlékeztek rá, amikor csináltuk a videót a hamburgeres. Tatai esemény. Igen. Akkor a Dönci megkínált minket egy kis ajándékkal, ami nála fönt ugye a lángolóharapások.hu-n meg lehet venni. Ezek ilyen kihívások, amik pontot érnek nála. A lényeg egyébként az, hogy... Egyébként az egyik az kifejezetten populáris, a nagyobbik üveges. Abban talán a habanero a legerősebb paprika. Ebben habanero van, ebbe viszont... Füstölt maruga. Maruga, igen. Kamera előtt kell kinyitni, benne lévő szószt kanalanként elfogyasztani minden kanál között 20 másodperc szünetet. Azután, hogy bekanalasztod az üveget, megmutatni, 3 perc várás következik. Hopp, ezt nagyon szarul szedtem le, Tibi. Aha, igen, látom, hogy ez legendás Miklós-féle bontás. Ez az! Hoppá. Ez fröcsögött, nem ment a szemedbe? Nem. Sokában csak habanero van. Hát meg jalapeño, meg fekete fokhagyma, balzsamecet. Ez kifejezetten jó lehet. Ez finom. Akkor menjünk rá kicsit erősebbre, ami már a tűzkígyó.
Itt már azért szerintem lesz egy kis fújtatás a részemről. Szerintem még lehet, hogy az enyémről is, hát figyelj. Igen. Ízre ez nem annyira jó, mint a másik. Szenvednél, de határ. Szerintem nálad ez a határ, amit még le tudnál dönteni. Ez még erre lenne esélyem még talán megcsinálni. Jöjjön, amiért mindenki itt van, a fekete megkóstolja a barna halát. Tényleg ezt ki sem akarom bontani, de tényleg maga az adag. Egyébként súlyra minden elég korrektnek tűnik, és megmondom neked a frankót. De ez elvileg, hogy ezt tudod mikor adják? Mert én utána olvastam. Mikor? A katona legalább 24 órán keresztül nem kap ellátmányt. Elvileg akkor jár egy ilyen csodálatos. Emlékszel az utolsóra, amit csináltunk a Litván? Igen. Hát annál egyébként jobban néz ki, így fogásra, meg kinézetre, így... Az jó kinézetre, jó, nem értek egyet. Jó, az legalább katonai zöld volt, de ez miért barna? Miért nem zöld, mint a vagy terepszín? Szerintem azért, hogy már ránézésre sem jót sejtett. Ja, hogy már undorodjál tőle, rögtön a ránézésre undorodj. Bontjuk ki most az ország szerintem az első és egyetlen ilyen csomagját, és még amúgy felhívták a figyelmem, hogy annyira a miénk, annyira magyar, hogy még a perforálás is le sincs járva. És le sincs járva. Le sincs járva, és még a perforálás is el lett cseszve rajta. Mi baj lehet? Na Tibi! Ilyen jó műanyag szaga. Tehát most tök szaga van. Na, hát Tibi, én szerintem ezt kiszórom ide középre, és akkor majd így csemegézünk. Figyelj, azért van benne anyag. Na. Azt figyeld! Borsos tokány. Ez mi? Figyelj, itt van táblázat. Só lett pácolt. Ez mazsola? Én azt hittem, hogy fű. Figyeld. Só lett marhahúsa. Ezek a márkájú ilyen konzervek annyira nem szoktak rosszak lenni. Figyelj, ez minőségi. Esküszöm neked, hogy annyira nem szoktak. Snack szegedes, sonkás, pástétom. Ez nem lehet rossz. Szőlőcukor, azt hittem dunakavics legalább. De hogy ez mire ez a sok, nézd meg! Jó, mondjuk igazából a karbidlap, az... meg az evőeszköz, meg a vízfertőtlenítő, meg a... mondjam meg, hogy miért van ilyen érzetem? De ebben mi melegíted? Vagy hogy melegíted meg? Citromtea italpor. Azzal nem is borult. Céklaleves! Aztán... Céklaleves! Jó, hát akkor csak tüzet kell majd rakjunk. Meg. Kell. Basszus kulcs. De van itt nekem melegítő még amcsi csomagból. Összességében ez nem sok dolog azért így, nem? Nem. Ez mi? Citrom, tea, italpor és egy ilyen az fél kiló. Azért van benne egy kiló vektőval. Igazából választhatsz, hogy ilyennel, vagy ilyennel. És van még ilyen is. Persze, megint mondjuk el, mert megint fogja, jönnek majd az kritikák, hogy hát egy háborús helyzetben ugye nem lehet válogatni, igazuk van. Én lehet, hogy jobban félnék tőle, hogyha ezek nem lennének ismerősek, mert voltam koleszos. Ja. Szevasztok, itt van megint a kedvenc Sponzi Mikitek! Ebben a videóban sajnos megint el kellett adnom a lelkemet. Az történt, hogy meg akartam menni a Diablót, és hát ez a módja annak, hogy pénzt keressek. Gondolkoztatok már azon, hogy hogyan lehetnétek jobbak egy FPS játékban? Hát úgy, hogyha letöltitek az ingyenes SteelSeries alkalmazást, ami a Sona, ez az alkalmazás segít abban, hogy a játékon belüli, illetve a játékon kívüli hangokat is tudod rajta állítani, illetve van még egy nagyon jó feature benne, ez a Moments, a játékon belül legjobb pillanataidat elmenti neked egy ilyen kis videóba, amit utána ki tudsz rakni bárhova, tudsz vele flexelni a haveroknak, hogy mekkora király headshotot adtál, vagy ilyesmi. Ezt én is egyébként használom, nem csak SteelSeries fülessel működik, hanem bármilyen más fülessel is egyébként használható. Próbáljátok ki, illetve töltsétek le a lent a leírásban található linken keresztül. Egyébként minden letöltéssel engem is támogattok, nyilvánvalóan. Nézzük tovább a videót, sziasztok! Várjál, bocs, nem ennyi. Elindult a második YouTube csatorna, ami ilyen Twitchből kiragadott adások, műsorokból kivágott dolgok lesznek, amik én szerintem mondjuk viccesek vagy mókások, reakció, ahol ilyen marha menő, trendi, külföldi gasztrovideókat fogunk nézni, arra fogok reagálni, illetve lesznek játékok, ugye gameplayek, vagy hát nem is gameplayek igazából, hanem a Twitch-en történt játékokból ilyen montázsok, illetve misztikus dolgok, rejtélyes dolgok, mert Twitch-en amúgy elég sokat foglalkozunk ilyen misztikus, paranormális dolgokkal. Az is szintén le lesz a leírásban, úgyhogy légy szíves, kövessetek be a második csatornán is. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Hát nézzük tovább ezt a csodás videót. Puszi!
0,8-as vastagságtól OSB lapnak árulják. Ennél fapadosabb köretet nem nagyon tudnék elképzelni. Figyelj, például angolban szarabb volt az a kemény keksz amúgy. Na jó, figyelj Tibi, szerintem készüljünk elő egy kis... Egy pástétommal, mivel kezdjünk? De... Ja, kóstoljuk meg, mert ez nem kell tüzet rakni. Tök ugyanaz a kettő egyébként, úgyhogy nem gondolták túl. Már a felhasználás 20 g levesporhoz 2 deci vizet. Ez 20 gram. Ez 20 gram. Itt van nekem, amit szintén ugye Afganisztánban érdemeltem ki. A becsület érdemlednál. A becsület érdemlednál. Úgyhogy ebben megcsináljuk a céklalevest. Ez mondjuk király cucc. Ilyen kis bögre. Ez a klacska vagy? Klacska vagy mi ez? Meg nem mondom, hogy ejtik, de nem az... Nem tudom. Ja. Hát amíg a Tibi elment fájé, mert ő tüzet akar rakni, addig én ebbe a... Találtam a kocsiba ezt a karbid lapos melegítőt, amíg egyébként azt hiszem a litván katonai csomaghoz volt. Nem tudom, megpróbáljuk a borsos tokáj megmelegíteni benne? Próbáljuk meg! Ezt itt le kell tépni. Így. Nem fér bele, belefér? Nem fér bele. Á, nem fér bele, Tibi! Azt hittem bele fog férni. Sajnálom, hogy csalódnotok kellett. Itt ma nem lesz karbidos melegítés. Ez valahogy rá kéne rakni. Tudod, hogy fogom rárakni? Ne rárakd! Mellé! Mellé? Ide. Mellé! Aha, ide, így van. Megmelegítjük a vizet. A izének a levesnek. Úgy, az király. Majd a hőt lövi vissza a tégla. Aha. Jó. Ezt már meghámozom, baszod. Na. Hát amíg várjuk, hogy felmelegedjen a víz, majd újra, addig ezeket a rágcsákat megkóstolgatjuk. Rágcsának nevezni is erősen. Szőlőcukor, ettél már ilyen? Igen, láttam. Mazsola, mazsola. Figyelj, szerintem kóstoljuk meg ezért snackeket, mit szólsz? Szerintem ilyet mindenki látott már, szóval nem tudom, hogy igazából itt bemutatni mit tudunk. Nem, ez mindenki ismer mindent. Max, a külföldi nézők lennének, akkor... Lemész a kisboltba, és megveszed ezt a komplettet. Hát itt bármit, szóval igazából nem kell arra vadászni, hogy legyen katonai csomag, mert ez bárki meg tudja vásárolni, szerintem bárhol. És a Tibi vegyél egy izét, témát. És akkor nézzük meg, hogy milyen ez a jó sonkás. Milyen is lehet? Nem lesz az olyan rossz. Biztos, hogy nem rossz. Ez nagyon klasszik. A kolesz. Édes kolesz évek. Eddig nem rossz az a csomag. Mazsola. Van benne cukor, rágó, kristálycukor, só. Hoppá, van pluszba só. Rágó. Rágó is van. Meg a 10 forintos cukorka. Igen, só. Hát a rágó ez a... Klasszik Orbit. Klasszik Orbit. Mini cukor, kristálycukor. Aztán kalapkabát. Azt végre eljött egy olyan videó, hogy semmi újat nem tudunk bemutatni, sajnos. Ez olyan, mintha mazsola lenne. Na, hát én most már csak... Ja, egész jól hajozza mazsolára. Szőlőcukrot szerintem nem kóstoljuk meg, mert ezt ismerjük. Minek? Minek kóstolgassuk? Mondjuk ez nem biztos, hogy magyar ez? Ez nem biztos. És azért van magyarul rajta, hogy citromtea italpor. Gyártó, néznek? Rába Patona. Ja. Akkor magyar. Magyar. Ezt Szegeden gyártják a céklalevest. Tutti. Tehát már ebből tutti a márkája. Tutti, hogy magyar. Aha, igen, mert ez ugyanaz, ez is a tutti. Na, azaz. Tábortűznél megmelegítettük a vizet, ami hát itt igazából ilyen forrás közeli állapotban van. Na erre mondjuk kíváncsi vagyok, mert ilyet még nem ettem, hogy céklaleves. Még így önmagába sem ettem céklaleves. Én sem nagyon. Náddal szigorúan, amit itt szedtünk. Náddal. Hát nem néz ki túl jó, nem tudom mennyit látni. Azért nem folyt össze a nyál a számba, nekem megmondom. Nekem sem, nem kívántam meg így ránézésre. Viszont amúgy nagyon szépen eloszlik. Eloszlott, szóval nem maradt csomós. Feloldódik. Ma nagyon összeugrott egy pillanatra, megijedtem, hogy ilyen csomós lesz, de nem. Nagyon nem lett csomó. Amikor addig rádobjuk a jó kis konzerveket itt a kis így van, rakjuk rá a tűzre addig a konzerveket. Tehát a mikróba a téma. Hány fokra? Állítsd be a hőfokot. Már vagyok vele, papi. Várjál, jobban nézzen ki. Nem fog.
Egyébként ez a magyar katonai szabvány tűz ez egyébként, vagy nem? Hát mert gyufácsa raktak bele, úgyhogy még annál is több. Ja? Miért tényleg egy amúgy tényleg, tűzrakó eszköz? A legalpáribb, leggagyibb katonai csomagban is volt legalább tűzgyújtó készlet, ami mondjuk az, hogy egy gyufa vagy valami. Ebbe semmi, ebbe... se víztisztító kapszula. Á, semmi, ebbe semmi nincsen, gyerekek. Kaptok két konzervet, meg egy raklap kekszet, azt egyed. Most végre tanítunk valamit a Magyar Honvédségnek. Náddal ki lehet szopni. Na hát nem merem, ez forró nagyon. Nagyon, náddal. Itt törd el. Ez a gond. A nád ad neki egy plusz ízt, amúgy ettől lesz jó. Arra mondjuk, hogy egy tényleg egy őrtoronyban eltöltött kurva hideg estén fölmelegítsen, arra tökéletes, de mindjárt feldobom neked, kisapám. Só! A só hiányzik belőle. Amúgy tényleg. Szerintem segíteni fog rajta valamennyit amúgy, mert brutálisan íztelen. Ha, ízetlen. Vagy ízetlen, elnézést. Íztelen az is Szerintem lehet, nem tudom. Íztelen vagy ízetlen. Hogy helyes szerintem ez? Mind a kettő. Kicsit túlzsóztam, de rengeteget segített rajta, bakker. Esküszöm, hogy most már a finomba kezd átcsúszni. Igen, sok volt a két só. De javít az összképen a só. Figyelj, egy hideg napon, ezt így mondjuk ott a tábor de előtt... De sosem szeretem a cuccokat, ez nem volt olyan rossz. Kicsit túlszalad, de kell bele, az biztos. Céklát még mindig nem érzem. Nem, sem ennyire. Ez olyan, mint a leggagyibb, legocsortányabb zacskos leves, de igen. Így legalább íze van. Ki lehet ezzel békülni szerintem így? Így egynek jó. De ma kipróbálunk orancs italt. Hát figyelj, szintén egy nem tudom, egy körülbelül 3 decit töltöttem bele. Úgyhogy italporból egy ilyen... Elrobbant a kajánk! Ne! Mi a f***? Ne! Gyorsan piszkáld le! Történt egy kis baleset. Megmentettük. Hát az lelőtte, teliben lelőtte a kupakot, és felrobbant gyakorlatilag. És itt van a... Ne, és ezt nem veszünk. És pont a ti, ez a melyik ez? Ne, ez a borsos tokány. Borsos tokány, te most kajak így megeszed? Nem mondod, hogy ezt így megeszed. Figyelj! Apa fej! Ha katona lennél, voltál. Ha katona lennél, te is felszednéd. Ham, bekapja a papi ham! És amúgy milyen? Most le kell mennünk a kóba venni egy. Abszolút nem rossz. Nehogy azt mondják, hogy én nem kóstoltam meg. Ott a kenyérke is mellette. Úgy. Fincsi mi. Figyelj, szúsztörmünk után igazából. Hát akkor egészség. A jó konzervet, így. Nem rossz amúgy, tényleg. Az ellenség felé fordítva. Ágyú! Löveg! Ez nem szemetelés, mert valószínű, hogy a erdei állatok meg fogják ezt tenni szépen. Nagyon jó illata van, ember. Aha. Nagyon finom illata van. Nehogy azt mondják, hogy elfogultak vagyunk a magyar termékekkel. Mást fegyvernek nem lehet használni, ez biztos. Tehát igen. Szerintem azért ez a full budget konzerv van benne, ellenfél felé fordítod. Na megnézzük, hogy milyen ez a teja. Amúgy illata teljesen korrekt. Teljesen korrekt. Kíváncsi leszek. Ízre is ugyanaz? Hű, ez nagyon jó. Mutasd, várjál, ez szívószállal. Ez amúgy italporokba eddig a magyar, meg a levesbe eddig a magyar viszi az ízét. Ah, ez nem lehet... természetes citrom ez az íz, nem. De nagyon jó. Tibi, hát ez... Ó, forró. Ez forró. De ez meg viszont nézd meg, milyen csodás. De nincs ezzel baj. Figyelj, nem rossz amúgy. Teljesen, hallod? Ó, milyen jó kis cupákos húsi darab. Aztán. Ó, de nézd, itt is van egy kis marha. Aztán. Rá se tudom söpörni. Az a klasszik konzervíze egyébként megvan. Ez is lehet még egy kis sót elbírni amúgy részemről. Ha azt nézzük, hogy ez egy konzervétel, annak jó. Összességében ez egy jó kaja. Kellenek ezek a bakis videók is néha. Ez most nem adta ki. Van ez így. Vannak ennél aljább konzervek. Hát ettünk szarabbat egyébként összesen katonai csomagokban. De az például negatív kritika visszatérve, hogy evőeszközt nem adnak hozzá. Jó, ezzel a pászkával simán meg tudjátok enni amúgy. Ezt a hártyás ízét nézd meg. Azért ez nem egy marha felsál. De ha katona vagy... Akkor ez kincs. Nézd meg, megszereztük a világ utolsó barna halálát és elfasztuk. Jó esetben egy napig kell ezzel gazdálkodnod. Hát jó, de most érted a nap, most ezeket megettük. Nincs, mi van hozzá? Nincsenek snackek, nincsen magyaró, nincs csoki, nincsenek rákcsák. Ez marad, gyerekek, ezt eheti a magyar. De tudod, hogy mi van? Na? Kávé, kicsi fiam. Jaj, kávé, nyomjuk be. Kóstoljunk rá a kávéra.
Gondolom, hogy még soha senki nem kóstolt nem, három az egyben. Ez nagyon, nagyon fancy gourmet, vagy mi az a fancy, vagy mi? Shaken espresso. Mennyire lejárt már ez a mém amúgy? Bocsánat, Csenge, remélem nem bántotta meg, nem akarta amúgy. Tibi, igen. Három az egyben kávéja. Átmelegítésre egy hideg napon ugyanezt tudom mondani, vagy hogy az íze kedvéért. Nem rossz ez amúgy. Két tár között. Viszont ami hiányzik tényleg, hogy egy mazsolával kiszúrják a szemed, egy kórházas lekvár, vagy valami, nem hiszem el, hogy nem fért volna el benne, vagy egy Balaton szelet, vagy valami édesség. Evőeszköz, amit én nagyon hiányolok. Tűzgyújtó eszköz. Akkor ez megint lútri, hogy amikor lőnek rád, te nem a tábortűz fölött fogsz ülni és figyelni, hogy eldurran el a kis konzerved, vagy nem durran el a kis konzerved. Hát igen, igen. Furra baromság, nem hiszem el, hogy egy karbidos tasak nem fért volna ebbe bele, hogy... Ez kifejezetten jó az a kávé. Minél többet iszok, annál jobb lesz amúgy. Ehető benne minden, kevés... Én lehet, hogy egy napot ezzel a két konzervvel át tudnék vészelni. Én nem. Szerintem mínusz 3 pászka és egy Balaton szelet. Ez bármelyik katona becserélni. Igen, hogy valami energiaszelet, vagy bármi. Vagy egy lekvár, tényleg akármicsoda. Ja, valami édesség, vagy valami, tudod, hogy... ez, hogy két konzerv, meg egy kiló kenyér, meg jön meg a májkrém, meg van egy májkrém, és így, amik jók, mert tényleg jók, csak kevés. Választani kéne, hogy mondjuk a frontra mit viszek magammal, ha ténylegesen egy front helyzet van, akkor nem ezt viszem. Nem. Viszont, ha csak mondjuk a táborba egy délutánt kell eltöltenem a katonatársaim között, vagy egy sátorozásnál, akkor viszont szívesen elfogadnám ezt is. Persze. Sokkal kevésbé rossz, mint ahogy az elő lett adva. Igen, azért figyelj, nagyon sokan esznek ilyet otthon is. Én is egyébként sokszor eszek ilyen konzervet otthon. Én már nem. Jó, hát sokszor nem, de néha-néha így megkívánom. Sóletet egyébként így meg szoktam kívánni. Félnek tőle a emberek, meg vallatni lehet vele, hogy annyira rossz. Én ezt nem érzem egyébként rajta. Én sem. Nem katonának való. Jó, inkább hogyha mondjuk minden nap ezt kéne enni, akkor lehet. Én elhiszem, de nem katonának való. Szavaztok! Szavaztok! Bazza, nagyobb akarod, mint nekem, tudtad? De nekem meg a károm nagyobb. Vagy nem? A károd? Vagy a károd? Nem mindegy. A károd.